Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok. Hát, gyerekek, kipróbáltam a Call of Duty Black Ops-nak az alfáját, a Cold War-nak, az új Call of Duty-nak, az évente megjelenő Call of Duty-nak az alfáját, és szeretnék hozni nektek egy kontrasztot, jó? Mit találtam rossznak? Mit, mit találtam jónak? Volt benne jó? Uh, ja, beszélgetünk a jó dolgokról is, amit uh, találtam a Call of Duty Black Ops Cold Warban. Ennél hosszabb céljú is lehetne, és némileg uh, kontrasztba hozzuk az elmúlt évek uh, Call of Duty-jaival is, és uh, érdemes lesz-e ez a játék a pénzetekre, és mire számítsatok általánosan. Szóval ja, a PS4-en zajlott le egy alfa, és egy-két félreértés szeretnék itten eloszlatni ezzel a dologgal, ami, hát, hogy mondjam, a készítő csapat védelmű szolgálat, bár nem akarom nagyon őket megvédeni. Érdemes felfogni azt, hogy ez egy alfa volt, és érdekes mód a közösség nem az van, hogy össze a játékot, vagy valami, hanem nem, viszonylag egy hangúan a fórumokon hangoztatták, hogy ez a Call of Duty nem igazán sikeredett túl jóra az alfa alapja, megint csak kihangsúlyozom, és itt nagyon sokan hasonlították a játékot ugye a Modern Warfare-hez illetve a warzone a Modern Warfare grafikájához fegyverhangjaihoz, stílusához Mindenhez hasonlították a Black Ops-ot ugye a Modern Warfare szériához a széria legutóbbi részéhez és erről is szeretnék kicsit beszélni tehát a Treyarch és az Infinity Ward a két külön stúdió, bár mind a kettő Call of Duty gyárt mind a kettő külön stílusban gyártja ezt az egészet, és nagyon a Call of Duty berkeken belül nagyon más ám a két játék, úgyhogy azt hiszem összehasonlítani ezt a kettőt, csak annyiban lehet, hogy mind a kettőben fegyverekkel lőnek, és mások a hangja, és illetve annyiban beleködnék, hogy a Modern Warfare szériának a fegyver hangjai mindig is fényévekkel jobb volt, mint a Black Opsnak a fegyver hangjai, a Black Ops olyan, mint a szögbelövőkkel lőnél, mindegyik fegyver ugyanúgy hangzik, és ez már így van, amióta idő az idő, szinte ugyanazokat használják az azóta is. Ami még a Devesek védelméjű szolgálna, az az, hogy Covid van, ugye, és otthonról dolgozok, mindenki, és otthonról hozták létre ezt a játékot. Én ezt nem igazán tudnám kifogásnak mondani, mert hogy uh, ilyen kólógyütikat, mint ennek az alfája, láttunk már az elmúlt években kijönni full játékként is, úgyhogy én ezt nem nagyon hoznám fel mentségként a devesek részéről, hogy jaj, jaj kell dolgozzunk, <coughs> és milyen nehéz ezt megcsinálni, létrehozták ezt a játékot, és ebben a minőségben már tripla A kategóriás játékot is adott ki Call of Duty néven az Activision, illetve a Treyarch, vagy az Infinity Ward. Akkor belekötöttek abba, hogy mennyire lebutított a grafika, erre két dolgot tudok mondani, azt hiszem, hogy a single player, illetve az már látszik a single playerből is, hogy ott lényegesen szebb lesz a Black ops a grafikája. Továbbá a Black Ops úgy gondolom, hogy sosem nézett ki olyan jól, mint a Modern Warfare szélia. Hazudnék, a Black Ops 2 az jobban nézett ki, mint a Modern Warfare talán, hogyha nagyon itt volnánk, de nem érdemes összehasonlítani a kettőt, tehát a single eleve jobb lesz és hát sajnálattal kell közöljem nektek főleg azoknak, akik pc játszik um, úgyis is le fogod butítani a grafikát, hogy több FPS nyerjél a jobb láthatóság érdekébe. Aki pedig konzolon játszik, hát srácok, így jártok. Legalább uh, biztosan lesz 60 FPS-etek. Hogyha multiplayerről van szó, inkább lenne kicsit butított grafika, mint ray tracing. De akkor úgy Duty nem itt kezdődik a, a problémája. Kezdjük azzal, amit jól csinál. Azt hiszem, hogy amit um, nyélbe ütöttek, az a maga a lövés és az idő, a time to kill, és minden lövöldözös FPS shooter játékban ez a legfontosabb. Hogy megtalálják azt az egyensúlyt, ami a time to kill, a fegyverek ereje és a többi, hogy ez egyensúlyban legyen és a játékos fernek érezze azt a harcrendszert visszamenve a történelemben, a modern várfenekben mindig gyorsabban haltál, mint a Black ops -okban. És ebben a Black ops viszonylag lassú a modern várfenhez képest, hogy hogyan halsz meg, ezáltal több időt ad a harcra. így egy kicsit taktikusabb, tapasztaltabb kodosoknak valószínűleg imponálni fog maga a harcrendszer. rendszer ugyanis én egy jó balanszot érzékeltem, és tényleg esélyt ad, minden fegyverharcnál esélyt kapsz arra, hogy visszalőj, és hogy megmentsd a saját életedet. Ezt rettentően nyélbe ütötte. Azt hiszem, a nagypályás betőfildesíteni szeretné magát a Call of Duty, ez annyira nem jön össze nekik hogy őszinte legyen. Nem igazán jöttek be ezek a nagypályás pályás konkurszerű, nagy domination pályák. Valahogy nem jön át a hangulat, mert hogy hiányzik sok elem a Call of Duty-ból attól, hogy ez egy ilyen csapat alapú játék legyen, és mindenki ne arra menje, hogy egymást ölik, hanem a, a, az objektívet is játszák ezenekkel a pályákon. Tehát a Call of Duty játékosok híresek arról, hogy leszarják az objektívet, ezzel a magam sem vagyok kivétel. Lesz a kobjektívet, mert nincs semmiféle bónusz uh, azért, hogy az ember egy csapatban játszik, ezért egyenesen nagyon jól tudjuk, hogyha arra fókuszálunk a Call of duty hogy ledaráljuk az enemit minél gyorsabban, akkor mindig van egy játékos a pályán, aki elfoglalja az összes pontot, a többi meg gyilkolászik ezerrel, nem engedi kijönni az enemit a sponról. és ezt teljes mértékben így vettem észre, hogy így van ebben a Call of Duty-ban is, amikor ezt a nagyobb pályás rendszert uh, csinálták. Szóval azt hiszem, hogy fel kell nőnie a Call of Duty fejlesztő csapatoknak, gondolk itt ugye az Infinity War-ra, Raven-re -ra és a többi, fel kell nőni ahhoz, hogy megértsék azt, hogy a Battlefield stílusa mitől lett sikeres és mitől jó, mert ez nagyon távol áll és nem lenne érdemes erőltetni. Azt, hogy belerakunk egy két járművet és a járművekre rárakunk egy fegyvert, attól nem lesz semmiféle hangulat ennek a játéknak. Ezen kívül a játéknak a nagy bűne pontosan az, hogy um, pontosan olyan Call of Duty, mint az előző 11 vagy már mennyi van, fassa tudja, hanyadik Call of Duty-nál járok. Pontosan olyan, a Modern Warfare-t most ez alól kivételnek képeznék, mert egy fantasztikus uh, sikeredet rebootról van szó, amit nyélbeütöttek, Mindjárt rátérünk erre is, hogy, hogy uh, ugyanakkor a Black Ops az pontosan olyan, mint a Black Ops 2 pontosan olyan, mint egy egybe átültették volna a Black Ops 2-t ebbe a Black Ops-ba. Vagy a Black Ops 1-et. Tehát egy-kettőt kiköpött olyan a kettő. Ért? Ez a Black Ops kódva kiköpött olyan, mint a Black Ops 1 és a Black Ops 2. Csak éppen egy nagy DLC-t csináltak hozzá. És ezt már játszottuk. A pályáknál erről tették meg magukat, sőt, még le, a Call of Duty modern warfare képest teljes mértékben le is van butítva. Csomó olyan funkció nincs benne, ami benne van a Call of Duty modern Warfare-ben. Sokan ennek örültek, hogy nem kell fegyvert kiszámasztani, és a többi, de sokan, és mondjuk nem tud átugrani úgy, ahogy a modern Warfare-be egy kocsin. Nincs mounting magyarul, és a többi. Sokan ennek örültek, és egy bizonyos szempontból jó is, de azt hiszem, hogy a világ előre haladt, így a 21. századba és szeretne, azt vettem észre én, hogy szeretne uh, a gamer világ egy kis extrát látni, egy kis finom hangolást látni már a Call of Duty-ban is, és ez az, ami a Modern warfare azt hiszem megütötte a sikerét, hogy olyan... Um, mozgáskultúrát raktak a játékba, ami jobban áthozza a hatást a játékos számára, a fegyverhangok jobban áthozzák a hatást a játékos számára, és az egész single player kampány művészileg egy olyan szintre volt emelve, amit a, játék, a játékos magást egy új képbe helyezte bele. Igen, shooter volt, de olyan megoldásokat csináltak a szinematikok között átvezetőknél, amit egy, egy új képet adott a Call of egy friss képet adott, és nem beszélve arról, hogy egy új generáció is növekedett fel, és a Modern Warfare mind a kettőt Elő, megütötte az új generáció szintjét, ezzel az egész ö, megoldással, ezzel a finom hangolásokkal, amiket csináltak a játékban, megütötte az új generáció szintjét is, amire vágyik. Az új generáció a sok trash shooter között végre akadt egy kicsit realisztikusabb. Mert ugye a Battlefield 1 óta Battlefield is elszállt. Tehát nagyon távol állt már attól, hogy némi realizmust ö, csepegtessen, némi. Ö, sötétséget csepegtesse, ha így tetszik a, 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 játékokban, és nagyon elszállt ettől az úttól. A BF4 még azért volt jó, mert nem volt elszállva nagyon a valóságtól. A BF1 és a BF5 már nagyon el volt szállva a valóságtól. És, a, és nem, nem volt oda kint olyan shooter, amelyik nem lett volna nagyon elszállva a valóságtól értitek, és azok, amelyek elvan, melyik tényleg a földön realisztikusabban járják a földet, azoknak nincs olyan játékos bázis, és nem olyan kifejlett a motorja mondjuk, a stílusa, vagy a tapasztalata fejlesztő csapatnak, hogy egy ilyen minőségű játékot lerakjanak az asztalra. Mióta küzdik az arma, hogy fel, felhozza magát valamilyen szintre. So nem is sok. igen, tudom, ez egy szimulátor, de az emberek nem feltétlenül szíve szeretik, a szimulátor. Szeretnek volna egy átmenetben lenni például. És a Modern Warfare ezt nagyon jól megütötte, mind veteránoknál, mint új generációknál. A Call of Duty Black Ops Cold War uh, visszament a játékosság, rajzfilmesség, überszínet, szögbelövők szintjére. Hiába jó a game, hiába jó a fegyver, a lövés, hiába jók a csaták, hogyha egyszerűen kiragad a a hangulatból, kiragad a játék élményből az, ahogy kinéz a játék, és ahogy játszik a játék. Úgyhogy ezt, ez lenne a, az alfa észrevételem a Black ops és ezen nem lehet már változtatni. Tehát a játék olyan akár, hogy a, akár a Valorant is lehetne, meg nem mondanám a különbséget. A, a kettő között ebből a szempontból értitek? Tehát, hogyha a Call of Duty Black Ops kódot úgy mutatták volna hogy Valorant fegyverek vannak benne, elfogadtam volna, mert hogy ez a Black Ops. Mert hogy pff, ilyenre csinálták. Uh, és ez, ez, ez azt hiszem, hogy az emberek megveszik, mert a single player nagyon jónak ígérkezik egy jó történettel. El is várom a Call of Duty Black Ops-tól, hogy egy jó történet legyen. Uh, szóval az alá nem adok, viszont azonnal vissza fognak menni forzonozni, meg modern warfare -ezni. Mert hogy ez a multiplayer nem fogja hozni. Nem azért nem fogja hozni, mert úgy ez egy alfa volt, és mennyire meg fog változni. Nope. Azért nem fogja hozni, mert pontosan olyan, mint az előző, a Cod Black Ops, a Sima Black Ops és a Black Ops 2, Uh, semmit nem újítottak rajta, semmit nem finom hangoltak rajta. Uh, Annól, aki szerette a Black Ops-ot és a Black Ops 2-t, valószínűleg szeretni fogja ezt, és nagyon gyorsan meg is unni, mert hogy már játszottatok ezzel a játékkal több száz órát, vagy több ezer órát, azt kell mondjam, hogy gyorsan visszamenekülnek az emberek uh, a Modern warfare -hez. Kicsit olyan lesz, mint a COD 4 és a COD 5 esete. A COD 5 volt a Treyarch, uh, hát nem első Kodja, de az első népszerű be kodja. Hát ott is az volt, hogy megjelent a Cold World at War, ö, és egy pár hónapig az emberek játszottak vele, aztán elhagyták, visszüttek kod négyezni. <laughs> Pontosan ez történt, és valahogy az emberek emlékezetéből ki is volt egy kod 5, mert hogy egyenesen Modern Warfare 2 re mentünk, ami már kod 6 volt, ugye bár, és, is kiesett. Én magam is a kod 5, de csak a féle hobbiból oda egy kicsit pisúterezni és semmi szignifikánsabb időt nem töltöttem el bele, bár élveztem a játékot, meg a maga hangulata, egy idő után tudtam értékelni, mikor már 4000 óra után meghuntam a kod 4 et akkor tudtam értékelni a kod 5 öt is, de ahogy kijött a Modern Warfare 2 ki a kod 6, azonnal ott hagytam. És ez, ez lesz ezzel a játékkal is. Látszik róla, nem elég, ez már kevés a mai modern gamernek, ez már kevés Uh, és az, amit a Modern Warfare hozott, az úgy éppen megüti a szintet. A, és nem, az, nem a, a játékkal, hanem a hangulattal, amit hozott, azzal üti meg a játékot, uh, azzal üti meg a szintet. A hangulattal, a művészségével, a hangjaival, mindennel, ahogy meg volt alkotva, nem feltétlenül magával, a multiplayer élményével. És a Black ops vagyis az Activision, vagy, vagy akárki felelős a marketingért, ott náluk, akárki felelős azért, hogy ezt a játékot így létrehozták, vagy létrehozták, ezt nagyon rosszul látták. Nem szabadott volna kiadjanak egy alfát ebből a játékból. Az az igazság. Mert hogy ez nem sült el jól. És a Call of Duty visszamegy a körforgásba. Hogy évenként kiadnak kiadják ugyanazt. E, nem lesz túl jó. E, ebben az esetben azt mondom, hogy maradjanak meg a Warzone-nál, tegyék ingyenesé a Modern Warfare-t, és adjanak hozzá kontentet végtelenség időig, mert kurva jól ellesznek lesznek belőle. És ha összeolvasztják az összes Call of a Warzone-ba, sokkal jobban járnak, mint hogy évente csinálnak egy újat. És erre nagyon jó példa azt hiszem a mobilos Kod is, mert hogy ez ingyenes és az emberek kurva boldogak vele és a benne lévő kontenttel, és nem fog kelleni egy újabb Call of Duty, mert hogy mindenki boldog lesz vele, amennyiben új uh, izgalmas kontentet tudnak hozzáadni a játékhoz. És Ázsiában is már évek óta nagyon jól működik az ingyenes kod. Uh, ja, ennyi, ennyi lett volna, hölgyem és uraim, azt hiszem, hogy én, én megveszem, kipróbálom. A single player nagyon-nagyon érdekel, a multizni valószínűleg egy kicsit fogok, de azonnal vissza warfare hát részemről, mert többet tud nyújtani élményben. Nagyon köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, iratkozz fel, egy csengő nyomjál rá, hogy értesítés kapjon egyszerű videóimról. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok! Az összes kóló.